még ma is találtak túlélőket a romok alatt Törökországban. 200 órával a földrengés után több embert is sikerült megmenteni. Az elmúlt 9 napban több mint 8000 embert emeltek ki élve a törmelékek alól. Folyamatosan nő ugyanakkor az elhunytak száma. Törökországban és Szíriában már több mint 41 000 halálos áldozatról tudnak. Közben magyar közvetítéssel juthat el az uniós segítség Szíriába. A háború sújtotta országba ugyanis csak nehezen vagy egyáltalán nem jut el a támogatás. Újabb túlélőkre bukkantak Törökországban a mentés 9. napján. Egy testvérpárt egy 17 éves fiút és 21 éves bátyját találták meg a romok alatt. A testvérpár édesanyját 2 nappal ezelőtt szintén élve hozták a felszínre. A kimentett fiúkat kórházba szállították, ahol nem sokkal később elmesélték, mit éltek át a romok fogságában, ahol több mint 198 órát töltöttek. Amikor felébredtem, éreztem a rázkódást. Megpróbáltam felébreszteni a testvéremet, de megmozdult az ágy alattam. Az utolsó dolog, amire emlékszem, hogy rám omlik a mennyezet, mondta Mohamed Enes. 12 napnak számoltam, igazából megvoltunk. Szerencsénk volt, hogy megtaláltuk a mobilomat, így tudtunk kommunikálni egymással, mondta 21 éves Abdul. Elmondása szerint a friss levegő beáramlott a törmelékek közé, az elmúlt napokban pedig fehérjeport ettek, aludtak, fáztak és sokat imádkoztak. A délkelet-törökországi Antakiában már feladták a mentést, és megkezdték az összedőlt épületek bontását. Az egykor nyüzsgő 400 000 lakosú várost szinte teljesen elpusztította a múlt hétfői katasztrófa. A károk mértékét egyelőre megbecsülni sem lehet. Az elmúlt napokban több embert még itt is élve mentettek ki a romok alól, ám percről percre fogy a remény, hogy túlélőket találjanak. 2 napja most már csak halottakat emelnek ki. Azóta néha sírunk, néha pedig csak várunk, mondta egy helyi férfi. A legtöbb település víz és áram nélkül maradt. Emiatt járványveszély fenyegeti az életben maradtakat. A török egészségügyi tárca azt ígérte, tetanusz elleni védőoltást küldenek a térségbe, valamint mobil gyógyszertárakat állítanak fel, hogy megakadályozzák a járvány kitörését. Közben folyamatosan utórengések tartják félelemben az embereket. Eddig legalább 20 000 lakóház semmisült meg a katasztrófában. A fedél nélkül maradt túlélők pedig tömegével hagyják el egykori otthonukat. Elküldöm a gyerekeimet, hogy ne halljanak meg, mondta egy helybéli, amikor a családja elindult az egyik átmeneti szállásra. Folyamatosan érkeznek a humanitárius segélyszállítmányok Törökországba. A földrengés sújtotta a szíriai területeken is milliók várnak élelemre, gyógyszerre és meleg ruhára. A lázadók uralta Idlibtől északra fekvő Harem település lakói ideiglenes sátrakat állítottak fel az iskola udvarán, hogy megvédjék családjaikat a hidegtől. Most már csak élelemre és vízre van szükségünk, mondta az egyik lakos. Hétfőn 2 újabb határátkelőhely megnyitását engedélyezte a szíriai kormány, hogy a nemzetközi segélyek eljuthassanak a földrengés sújtotta északnyugati térségekbe. A szervezet segítségnyújtás keretein dolgozik az Európai Parlament is. Az uniós döntéshozók és szíriai segélyszervezetek között pedig magyar képviselő közvetít. Hölvényi György, a térség jó ismerője arra hívta fel a figyelmet, hogy az országba csak nehezen vagy egyáltalán nem jut el a segítség, részben a biztonsági helyzet miatt, részben pedig azért, mert Szíriát 2011 óta szankciókkal sújtja a nemzetközi közösség. Tragikus helyzet van egy olyan országról, miután több millió ember elmenekült, több millió ember úgynevezett belső menekültként él ma is, és most újabb sok százezer ember fedél nélkül van, télen mindenfajta ellátás nélkül, senkinek nem érdeke. Jelenleg Törökországgal ellentétben itt csak közvetetten lehet segítséget adni. Az Európai Unió sok millió eurót készített erre, tehát pénz van, és a tagállamok segélyszervezetein keresztül próbálja ezeket a pénzeket eljuttatni. Magyarország részéről is ugye a Máltai Szeretetszolgálat már jelen van, Hungary Helps program támogatásával is végezheti a munkát. A KDNP-s képviselő szerint a banki tranzakciókra, elektronikai eszközökre és a romeltakarításhoz nélkülözhetetlen munkagépekre vonatkozó szankciók hátráltatják a humanitárius fellépést, holott a gyorsaság nagyon fontos lenne.